Üdvözlök mindenkit hatalmas szeretettel, sziasztok, én Magfél vagyok, ebben a videóban pedig újból Euro Truck Simulator 2-vel fogunk játszani. Most egy nagy, igazi nagy amerikai dögöt fogok nektek bemutatni, egy legendás gépjárművet, mégpedig típus nevén úgy hívják ezt a fenevadot, hogy Kenworth W900L. Tehát az L szócska ugye a longra akar itt hajazni, mutatni. Ugye a kamion eredetileg ugye a W900-as a sima, hogy is mondják, tehát a W900-as széria az ugye annyi, hogy egy darab kis, tehát hálófülkés, egy darab kis fülke található benne, és itt le van vágva a vége a kamionnak. Na de ez viszont dupla hálófülkés, és van benne kis asztal, szék, hűtő, kis konyha, kis lófasz, kis apámfasza, minden van benne, tehát ebbe konkrétan lakni lehet ebbe a dögbe, úgyhogy amint látjátok, kurva hosszú és kurva nagy. Tehát most ezt fogom nektek itt bemutatni. Már be is töltöttem egyébként a fuvart. Budapestről Török Bálintra fogunk szállítani rozsot. Azt nem tudom hány tonnát, mindjárt megnézem. Hogyha... Na hát olyan ügyes voltam, hogy itt az előbb megnyomtam az F9-et, véletlenül is leállítottam a felvételt. Szóval, amit kihagytam ugye, tehát így néz ki a belső tere, de ezt szerintem elmondtam, ugye kis mikró, kis konyha, kis tévé, kis laptop, minden kutya füle van itt berendezve neki, nagyon durva. A hangja pedig ilyen, ezt nem mutattam még. Elég jó hangja van egyébként, és kis világítás, rákapcsoltam mindent, hát akkor szerintem induljunk is el vele. Van benne retarder és van benne turbo is, és kurva jól fütyül benne a turbo, úgyhogy elég jó hangja van. Még nekem balra ki kéne itt térnem. Olyan balfasz voltam, kajak, hogy kinyomtam a felvételt, úgyhogy nagyon ügyes vagyok. De szerintem akkor megmutattam mindent, amit tudtam. Halló, halló. Jó? Hát jó hangja van. Kicsit lejjebb veszek amúgy a hangjából, hogy azért ti is halljátok engem, hogy ne legyen már olyan, hogy nem halljátok, hogy én mit zagyválok, bár lehet, hogy a kamion hangja érdekesebb egyébként, mint amit én itt magyarázok. Na jó van, hát Budapest és Török Bálint, most itt az útvonal. Hát egy ilyen röpke 28 km-re volt a fuvar kiírva, most van 26 km-nél járunk, és itt megállnak a kollégák, nem tudom miért. A játékom is egy picit belag volt. Autó alkatrész, hát arra most nincs szükségem. Viszont itt a külső sávba kimegyek, mert ugye a kamionoké a külső sáv. Elég jó hangja van ennek a dögnek. Mindjárt külső kamera nézetben megnézzük, hogy milyen hangja van. Ha nem kaptam volna egy piros lámpát, akkor meg is néztük volna. Na majd mindjárt akkor, ha zöld lesz. Jó, visszateszem hetedikbe.
Ugye felezőn van, egyéni felezőn van beállítva ugye a H-váltom, tehát úgy van, hogy mutatom, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, majd megnyomok egy gombot, és újból elindul a folyamat, csak már 7-es, 8-as, stb. Na, én zöldet kaptam, úgyhogy én itt most elindulok. Na, kívülről akkor... Ilyen. Kívülről ilyen hangja van. Belülről kicsit jobban hallani egyébként a turbónak a szívó hangját. Kívülről inkább olyan... kicsit olyan morgósabb a hangja. És itt meg egy jó kis baleset van itt, ahogy látom, úgyhogy itt most kicsit lefékezünk. Na hát azért ennyire, ne? Hát itt szép, az igen. Az már itt már biztos volt valami nagy dolog. Mert azért itt már azért voltak páran, szirénával, meg minden kis villogóval kint. Akkor itt is kapunk egy piros lámpát. Ahogy itt látom, itt sáv lezárás van, tehát lezárták az egyik sávot, gondolom építkezés van szokás szerint. Hát Pesten mi más lenne, mint építkezés. Úgyhogy itt most akkor várunk egy kicsit, amíg nem kiengedik a szembejövő forgalmat, és akkor minket beengedne. Kolléga, Ikaruszos kolléga, nyomja neki gyorsabban egy kicsit. Hát, itt milyen járókelők vannak, itt nézze meg az ember. Van itt minden, ez kis interaktív város itt Budapest. Tele piros lámpákkal, ugye a kedvenceimmel. Ja, ezek a piros lámpák. Jobbra villamos, azt meg nem mondom, hogy hanyas. De valahanyas. Ja, és itt balra nekem le kéne térni, úgyhogy kirakok akkor egy indexet balra. Közben mindjárt berakok egy kis kaját a mikróba, csinálok. Hogy azért legyen mit vacsorázni. Jobb alsó sorokban, ahogy látom, 18 óra 31 perc, és ha az oktáviás kolléga nem nyom itt egy stratuféket, akkor be is tudok kanyarodni balra. Na nézd, már ott is van valami villogás. Valami volt ott is. Szerintem az egy igazoltatás lesz, de nem, mert többen állnak ott. Aha, ott is valami baleset van. Na menjen már az oktáviás kollega, hát még ezek elindulnak. Itt jobbra útlezárás is van. Forgalom nincsen. Na erre egy kicsit azért lassabban kell itt közlekedni. 30-as korlát. Aha, kis baleset volt. Hát az a Volvo-s az kicsit bele durrant abba a furgonba, ahogy láttam ott. Kis reklámtábla. 8000 forint, de mi? Nem láttam, hogy mi. Süt a szemünkbe a nap. Naplemente van itt nagyba Budapesten. Még jó, hogy látok valamit.
Nézd már, itt is villognak. Hát mi van itt? Nesze neked. Na, hát az igazoltatás, igen. Szintén Volvós. Hát a Volvósok ma szopnak, ahogy látom. Csepel. Csepel városkába. Hát, városkába, hát... Még ugye az Pesthez, vagy ugye Budapesthez tartozik, úgymond. Na. Már Steamen valakinek fontos vagyok. Nézzük csak balról, mi a helyzet. Beenged. Jó, hát beengedsz, mert már itt jövök. Kicsit a járdára is sikerült felmennem. Nagyon nagy ez a dög, amúgy nehéz... hogy hívják kontrollálni, mert nagyon hosszú az a baj, és nem tudod... tehát ehhez képest egy lecsapott óró, ugye mint egy normál kamion, tehát nem csőrös, hanem a, aminek ugye le van csapva az óra, nincs óra. Tehát az... azzal simán elmanőverezel. De ezzel a döggel... nagyon hosszú és nagy. Hát egy igazi amerikai dög. A hív az itt vár. Ott fent a MAV Trax mozdony. Valami tehervagonnal ott áll fent a fölüljárón. Emberek az utcán mászkálnak. Hát teljesen bebazd meg. Hát fullos. Nagyon fullos. Kicsit visszateszek a fokozatból, és nekem majd itt jobbra kell az autópályára, hogy látom. Oda kell nekem felmenni? Nem is tudom. Na, mindjárt megnézem, hogy... nem. Nem tudom, mindjárt kiderül. 333 forint per csomag, mi? A fagyasztott pogácsa? Hát figyelj! Pogácsát nem tudom ki vesz lefagyasztva, de az megérdemli. Tehát most... ne vicceljünk, mert most nem szoktam enni mirőjött kajákat, de tényleg, tehát egyáltalán nem. Régen nagyon sokat ettem, és rengeteg adalékanyagot, méreganyagot tartalmaznak. Manapság így, így az elmúlt egy-két évben az ilyen tudatos és egészséges táplálkozás híve vagyok, tehát nem szeretem az ilyen mirőjött kajákat, szinte egyáltalán nem eszek. Na, itt egy balos nyomunk. Hát ezen átcsúszunk. $13,500 forint kerti szék. Kettő kérek. És akkor van egy fasz ékért elkérnek. Direkt mondtam így. Fasz ékért elkérnek. 13,500 forintot. Mondjuk aki kifizeti érte azt a 13500 forintot, az is megérdemli. Itt meg a Duna. Nagyba itt. Jövünk, ott meg fent Buda. Duna, Buda, Duna, Buda. Ott a nagy. Ott van fent Buda. Dél Buda, igen, itt vagyunk. Jól mondom. Na itt azért kicsit be kell fékezni, és van retarder. Na persze, hogy van. Miért lenne? Kicsit befégeztem itt a lejtő alján, mert azért itt... hát ott pirosat fogunk kapni. Így is van. A DHL-es kollega, meg itt is jobbra várakoznak. Nézzük addig reklámokat. Tesco 999 forint, na de mi? Jaj. Nem akarok én itt jobbra menni. Az normális, amúgy. Az úgy legit. Nagyon bátrak amúgy itt a sofőrök, egy ilyen 15 tonnás dög előtt szépen elhúznak, tehát nem félnek ezek semmitől. Hát is megint piros lámpát elkapok, hát mert ilyen ez a Budapest. Jobbra itt tőlünk pedig egy kis, mindjárt mondom, étkezde? Étkezde van.
Igen, étkezde. Van kiírva. Porcetta! Kis napi ajánlat, kis tábla ki van téve, az emberek itt fogyasztanak, beszélgetnek. Tűzoltóságnak van ilyen kis parancsnoki autó. Gondolom én. Ó, nem mond már, hogy még egy... Ennyi piros lámpát. Úristen, hát az életben nem álltam meg ennyi piros lámpánál egész fuvar alatt, mint hogy... Tehát Pesten itt van olyan fuvar, amúgy itt olyan fuvarokat keresek én is, hogy ne Pesten kelljen átmenni, mert ha át kell jönni Pesten, akkor az egy csoda. Mert ugye ez a map, tehát ez a térkép, ez még a 10 évvel ezelőtti állapotokra volt 10 évvel ezelőtti állapotokra volt mintázva, és akkor még ugye nem volt meg az M0-ás, ugye az elkerülő szakasz, és akkor bizonyát kell, keresztül kell jönnök Pesten, ami azért nem egy egyszerű folyamat. Na hát mindjárt ott vagyunk, 8 km van hátra, úgyhogy igen, itt nekem itt jobbra kéne kitérnem, és itt a fókusz azért menjen már. Köszönöm, mert örülnék, hogyha itt... Jó, hát én itt megállok meg. Gyere, Mercis kollega! Rá is villantok, hogy gyere! 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 Jó, akkor megyek, hogyha nem mész. Hát most... Ott is volt egy csőrös, csak nem tudom mi volt. Aha, és akkor itt nekem jobbra le kéne térnöm. Ide! Jaj. Budapestet elhagytuk. Buda őrs felé tartunk, vagyis már szerintem itt is vagyunk mindjárt. Körforgalom következik, és nekem a második kiárat lesz a... Így van, Budapestre beérkeztünk. És a második kiárat lesz itt nekem a befutó. Hirtelen 12-be be sikerült rakni. Még egy körforgalom, itt viszont az első kiárat lesz a tuti. Nem is jön senki, úgyhogy mehetek nyugodtan, és Török Bálint irányába tudok itt lefordulni. És már csak 5 km is ott is vagyok. 499 ment a sampon, hát jó. Még jó, hogy nekem nem kell ilyen női dolgok. Jó, persze azért én is megmosom a hajam nyilvánvalóan, tehát... Megszoktam, de különösképpen én tusfürdőben megmosom szebaszt, tehát most... Nem szoktam én samponnal mosni a hajamat, hát ilyen mi a francnak. Nincs nagy hajam. Általában ilyen... 2-3... Ó, köszönöm, ezt megérdemeltem, mert ugye be kellett volna tartani, csak nem tudom, hogy most itt vagyok itt a semmi közepén, és most itt simán lehetne egy 70-es határ, tehát nem tudom, hogy itt most miért kell itt szenvednem, 50-nel, na mindegy. Na és akkor itt balra szépen nekem le kéne fordulni. Jó, ő lefordul, jobbról jönnek, de az még odébb van, én meg akkor befordulok.
És ipari park, Török Bálint, meg is érkeztünk. Itt jobbra szépen befordulok. És akkor itt lesz jobbra a telephely. Ide bekék, ide fordulni ügyesen. Itt vannak ilyen kis járók elők. Hát, nagyon jó. Nem ütjük el őket. Aha, és akkor ide. Ide kell beállnom. Itt előttem pedig egy amerikai trailer áll. Egy amerikai pótkocsi. Arról tudom őket megkülönböztetni, hogy ugye kéttengelyes. Csak sima kéttengelyes. És akkor én itt most tolatok egy kicsit, mert azért legyen helyem itt megfordulni. Igen. Szerintem úgy fogom ezt én csinálni, hogy ezt én így behúzom. Idáig bejövök. És innen fogok így rátolni. Így. Csak most már alá kéne szednem gyorsan. Na akkor kicsit egyenesítek rajta. Oké. Hoppá, befulladtam, csak nem tudom miért. Jó, kuplungoztam is. Igen, és akkor itt alá. De még mindig nem jó a szög. Még mindig kicsit rá kell húznom. Igen, előttem mi van, meddig? Jó, még mehetek. Akkor... Igen, és így szépen. Azaz. Azaz. Ó, nagyon, nagyon szupi lesz így. Be is állok itt a trailer mellé, és kész. Hú, tökéletes, nagyon szépen beálltam. Mondjuk ez a kamionhoz inkább ez a másik trailer passzolna, de ez hosszabb, mint... Ott mellette jobbra van egy sima európai trailer, itt középen meg itt áll ez a kék színű amerikai trailer, és az hosszabb is valamivel, mint az európai. Na, ez a kamion, meg az a középső trailer, ez a kék színű, na az beszarás lenne, tehát az hosszú lenne. Az nagyon durván hosszú lenne. Azzal mennék egy fuvart, lehet kiégnék. Na jó. Ne is állítom itt a motort, meg behúzom itt a rögzítő féket, aztán lekapcsoljuk a pótkocsit, és kész. Ennyi. És szerintem szintet is fogok lépni. Nem, pont nem. Na jó, hát akkor ennyi lett volna ez a kis videó. Aztán lesz még akkor két kamion, egy Bordó, egy Peterbilt, és még egy Peterbilt lesz. Azt a két kamiont még nem mutattam be, úgyhogy abból lesz még két videó. És aztán utána az 1.2-es verzióból fogok majd videókat csinálni újabb fajta kamionmodokkal, úgyhogy majd azok fognak legközelebb így következni. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, akkor nyomjatok egy pacsit, én Magfej voltam, sziasztok!